Jó reggelt ki az ágyból! Jó reggelt! Ehhez segít nekünk Gáspár Győző, a Live TV showmenje. Énekel! Az volt a helyzet, hogy még nem nagyon megy a szöveg, úgyhogy... Nem vettük észre még ezt. Szólt is olyan... Ezt beszéltek meg, beszéltek. Na de Bea! Jó, hát én mindig az igazat. Na de Bea! Hát Győző, milyen jó reggelt, milyen neked így élni? Látod, de nem véletlen konferáltam őket föl reggel így, hogy ők nagyon együtt vannak, de hát ki tudja, hogy ma reggel hogy ébredtek. Ma reggel úgy ébredtük, hogy elindultuk az autópályán, ő vezetett, végig mondta magáét. Nem, a Navi az folyamatosan... Győző csillagom, tudom, hogy nagyon szereted a te drága feleségedet, de nem fognak látni a kamerák, egy kicsit befordulsz nekünk, köszönöm úgy, szépen. Hát meg ezt a szép sokár ruhát, ezt mutass szemből is, ne vicceljél már. A kunyizott tőled úgyis ruhát, Linda, úgyhogy... Egyébként is tényleg jól nézek ki. Hát gyerekek, azért jó sok. Prince vagy. Mióta nem voltam, itt lement 9 kiló.
És milyen, hogyan fogytál le? Azonnal hát úgy, hogy nem eszünk egyáltalán. Ez nem egész főz a Bea? Főz a Bea, de mostanában nem főzött, de mostanában voltunk étteremben, innen pár méterrel arrébb ide járunk, nagyon-nagyon szeretjük, de rájöttük, hogy meg most már étterembe se szabad járni. Miért? Hát visszaküldjük. Lebetegedjük. Vissza kell küldeni az étterembe a kaját, és tiszta lelki beteg vagyok, virág fogyók urazik. Evelyn vigyáz az alkatára, a nagyságos Dés azt, hogy nem eszik, mert akkor el fog hízni, dagat lesz a tévében. José Armando pedig már csak azért sem eszik, mert nem eszik. Kikérünk mindent, kikértünk mindent halloweenre, és visszament. És mondtuk, hogy csókolom, ne tessék visszavinni, elviszük apukámnak. Nekünk már étteremben, gasparoknak nem szabad járni. De komolyan, Linda, Zoli, nekünk az éttermet most hanyagolni kell, most lehet akar milyen. Tegnap valami mascarpone és krémet evett egész nap egy ilyen 2 decilitert. És ez volt, ez az egész napom. Hát meg amiatt se főz, gondolom, a Bea, mert azért elég elfoglalt itt az utóbbi időben, ugye? Hát a halatortának a műsorvezető asszonya lettél, házi asszonya, aminek gratulálunk. Nagyon köszönöm szépen, még ma meg holnap forgatjuk az utolsó részeket, és akkor a 30 epizód az készen van, kifiniseltük. Milyen élmény volt neked ez a forgatás? Mert a konyhában te azért maximálisan otthon érzed magad, de azért a műsorvezetés az biztos, hogy egy ember próbáló dolog volt, vagy abban is ugyanolyan könnyeden mentél bele, mint a konyhában, ahogy mozogsz? A halatortámban már szerepeltem nagyon sokszor, meg a hasonló típusú műsorokban, úgyhogy én tudtam, hogy mi vár majd azokra, akik jönnek oda a Delikatesbe vásárolni hozzám. Tehát ők ott kérhetnek tanácsot, meg ugye minden extra dolgot elvihetnek, ami a főzéshez esetleg ott még megtetszik nekik, de sokszor nem igénylik, mert ugye amit a fejükbe vesznek, azt ők minden áron véghez akarják menni. És hát ilyen mondom, hogy 3 órátok van körülbelül arra, hogy főzzetek, és hát úgy főzni azért, hogy ott egy stáb, és akkor ugye vannak leállások, meg nem tudom mit, tehát azért az nem olyan egyszerű, hogy most úgy csak úgy főzünk és kész. Persze. Az nem olyan egyszerű, és akkor nem értik meg, és akkor utána mindig az van, hogy úristen, már 8 óra, és már itt vannak a vendégek, és még nem vagyok kész. Na jó, ebbe sajnos nem tudunk belenézni, de amiben bele tudunk nézni, hát itt a Live TV-n megy egy nagy népszerűségnek örvendő reality. És a nézettség nagyon jó, van életünk. Jaj, nagyon jó volt. Ha nem haragszotok, akkor egy kicsit... A maiból? Hát egy picit most belenézni, jó? Nézzük. Minden oké, Győző? Hol vagyunk? Jó. Minden oké? Kicsit le vagy izzadva, nem tudom. Jó, van, egyből a strandról? Hát igen, a testépítők már csak így állnak. Azaz. Nem akartam a fénybe beállni, hát Isten őriz, hogy Győziről a fényt elvenni, de a jó szándék vezérelt, és hogy segítsek neki, hogy minél jobban sikerüljenek a képek. Most megpróbáljuk, hogy egy kicsit szexisebb legyen. Nézd csak, így ilyen kicsit told ki a hátsódat. Tündi, és akkor ilyen jó kis bedobással, jó kis szexi volt. Tündi, közeledsz hozzá valamit, mellett, hogy tolod előre, hogy direkt akarod. Nem, dehogy is. Győzi, nem, én most tudod, mit szeretnék, hogy valami jó szexi volt legyen. Tündi, akkor nézd, így takard el a mellettet, úgy gyere közel. Hát csak rendesen jó, hogy a szalma mellett. Nem, most állj be valami szexisen. Győzi, zavarba jött a dekoltázsomtól. Hát ez egyébként jó dolog szerintem, hogyha egy férfira még ilyen hatással vagyok, hogy zavarba tud jönni. Hát én mindig mondom, hogy tanulni a legjobbtól érdemes, és hát kiszeltünk, de nem is lehetett volna jobb tanárod és jobb mentorod, mint amikor te elkészíted a 2022-es naptárat. Igen. Bea, nem kell ennyit elmenni otthonról, mert elmész otthonról, akkor hülyeségeket csinál a Győzi, megbolondul teljesen, és naptárat készített magának. De annál jobb. Én már ezt nem tudom, tehát egyébként vicces ez az egész sztori, mert ugye hát a reality műfaj, az nekünk valahogy így a vérünkben van, és aki velünk dolgozik, például most a legújabb etapunknak a szerkesztője, mert Ideg Ricsi, a
akit nagyon-nagyon-nagyon megszerettünk, és mondtuk, hogy ha ne talán, talán lesz még egy harmadik, ugyanilyen van életünk, akkor mi csak őt szeretnénk. De tehát amikor forog ez az egész, ugye, tehát azt is élvezzük, és az a vicces, hogy amikor visszanézzük magunkat, még azon mi is tudunk nevetni. Tehát ez nem tudom, hogy ez hogy van. Tehát van olyan poén, amit csak mi értünk, de úgy nagyjából sokszor mindenki érti. Úgy, hogy ránézek hát erre a képre, ez vicces. Hát ez vicces, hát, igen. Most egy ilyet ki nem ért. Persze. Milyen tematikák voltak, ugyanúgy csináltad egyébként? Tehát, hogy Tünde a pózokban segített csak, vagy abban is segített neked, hogy felépítsd ezt a naptárat, és hogy tematikák legyenek minden hónapra? Figyeltél arra? Úgy csináltuk, hogy télen sok ruha, nyáron kevesebb, húsvétkor tojás, mindig abban a bizonyos hónapban, ez a július, ez a juliska, ez a szeptember, hogy már jön az eső, meg a... Nem, ez a szeptember. Ez az iskolás, amikor szemüvegbe vagy. Ez az augusztus. Augusztus. Ez az augusztus, igen, ez az augusztus, igen, ez a, de, nem, ez a február, na, te se tudod. Ez a február, igen, ez már, mikor gombázni megyünk, április. Uh-huh. És mit szólt a Tünde ahhoz, hogy konkurenciát kap, és ráadásul még jött is. Még jött is, és segített neked. Örült neki végül is, örült neki, csak nagyon sokat kirakta a tüdejét. Nagyon sokat, hát így meg, amit mondott a riportban is előbb, hogy szereti, hogyha őt megnézik. Na most én már nagyon régóta ismerem őt, mert tényleg mi együtt éltünk 14 napig a Big Brotherbe, együtt költöztünk be még 1999-ben, és hát én azóta ismerem őt, és hát akkor is láttam őt, de akkor még nem voltunk ekkorak, mint mostanában. Úgyhogy jó volt, én szerettem. Ha meg most lesz harmadik évad, úgyhogy a Pétereken múlik, Kis Péteren és Hajdú Péteren, ha lesz harmadik évad, akkor meg már nem naptárt fogunk fotózni, akkor meg már meg vagy mit fogunk csinálni. Mit fogtok csinálni? Akkor pedig egy olyan könyvet szeretnénk kiadni Beával, hogy a Mesztelen igazság. Mi? Ketten kiadunk egy könyvet, a Mesztelen igazság, de mielőtt kiadnánk a könyvet, be a hagy gratuláljak, mivel a mai nap folyamán most már mindenhol ott van a polcokon, úgyhogy gratulálok, Bea. Bea konyhája. Megnézhetem? Gratulálunk hozzá. Biztos, hogy nagyon-nagyon milyen, sok. Milyen receptek vannak benne? Magyaros még mindig, csak most itt kétfajta verzióban van. Van egy ilyen tradicionális magyar, és van egy ilyen kicsit új köntösben a magyar. Az mit jelent, hogy új köntösben? Hát, hogy van, ami új, tehát valamennyire újra van gondolva, de azért az a csapásvonal, az ott van, az a régi. Győzinek ehető? Én ehető. Vagy visszaküldeni, mint az étterembe. Szeretem. Ez csak az, hogy olyan mennyiségekre figyel nagyon a kalóriabevitel miatt. Ezt nem tudom, hogy ez hogy bírja tartani. Egyébként te figyelsz arra, hogy otthon úgy főzzél, hogy a testeteket karban tudjátok nem tartani? Nem. Képzeld el, nagyon sok olyan kérésem jön, hogy édesítővel próbálják receptet, vagy mit tudom én, olyan, hogy tudod, ilyen nagyon modern, vagy teljes kiörlésű, vagy valami modern. Én ebben nem, tehát nem vagyok annyira türelmes, hogy én ezt kikísérletezzem. Uh-huh. Mert ez nagyon sok kísérlet. Mert vannak ugye ezek a nagyon divatos lisztek, amiket tudod úgy megveszel, és akkor van rajta egy recept. Azt a receptet, ha megoldod, akkor oké, de egyébként, ha mást akarsz vele csinálni, akkor már nem oké, akkor szétcsúszik, bekeményedik, nem tudom mit csinálni. Tehát egy sajátos kísérleti módszer az új reform konyha, amit én annyira nem preferálok. Akkor van úgy, hogy éhezel? Nincs. Nincs olyan. Nincs. Mi volt ez a hajléktalan történet? Jó! A hajléktalan dolog? Hát leforgattunk egy videóklipet, és az újság azt hozta le, hogy hajléktalan. Én nem kenyére gyűjtöttem, hanem hajóra. Vissza akartam fordítani, igen, hát annyira jó volt. Gyerekek, most nem azért a 20 filléré, de imádtam. De ez olyan hülyeség. De miért hülyeség, Bea? Azért. De miért hülyeség? Még anyu is azt. Szia anyu, szia apu. Mi anyad mit mondott? Hát, hogy ez nagyon gáz. Hát akkor anyuka drága. Itt volt a határ a szüleidnek? Hát ma. Győzinél? Na most így. Evelyn itt követett ki. Evelyn kikövetett. Evelyn kikövetett az Instáról. Szó szerint a lányom, a nagyobb lány... Tehát megcsináltatok a plakátot Kiszel Tündével. Igen. Millió realitiben benne vagy. Mindent legyenek. És ez Evelyn volt, ez nem ismerősök. Evelyn törölt minden. Honnan jelezte, hogy drága édesapám, ez mindennek a teteje. Én kitöröllek, nem követ. Innentől kezdve, finish. Jó van, Evelyn, megsértődtem rá, van egy családi csoportunk, és ami kilépett a családi csoportból, hogy ő köszöni szépen, de nem kér az ilyen apjából. Hát Evelyn, mondom, nagyon szépen köszönjük, ha nem kérsz apádból. Úgyhogy... És akkor utána este visszalépett, mert érdekelt, hogy mi a vacsora. Pedig figyelj, Győzi,
Ilyen borostásan... Én imádtam gyerekek, mert... Ez szerintem kifejezetten jól néz ki. Jó ez a farmer. A Linda egyébként még egy kicsit rápakolna, ez lehet, hogy még a kucsmát megtartanád? Meg, abszolút. Ugye, hogy megtartanád? Szerintem jól lát. De gyerekek, ez is jól néz ki. Lehet csinálni egyet. Nagyon szépen. Mi baj van a szöveggel? Mi baj van a szöveggel? Gyerekek, ne veszekedjetek. Mi baj van a szöveggel? Ne fognak veszekedni, de ezt sajnos csak a folyosan tudjátok. Nem bírjuk tovább, meg a nézők is lehet, hogy nyugalomra vágnak. Köszönjük szépen, ma este 7-kor van életünk. És este akarjuk nézni, igen, a naptárat akarjuk látni, minden részletét. Hát, biztos, imádom a trash reality-t. Köszönjük, hogy itt voltatok nálunk, jó volt veletek.